Szeretettel köszöntök mindenkit. Itt 12 ezer kilométer távolságról beszélgetünk Barnás Ferenccel. Szervusz, Ferenc! Szervusz, szia! Én megmondom neked őszintén, hogy pár hónapja még az volt a legnagyobb problémám, vagy szívfájdalmam, hogy te ilyen messze vagy, és nem fogunk tudni esteket szervezni, és személyesen találkozni, és a kötetedről beszélgetni. Most viszont igazából, hogyha itt lenni a pár kilométerre, akkor is ez lenne az egyetlen módja, hogy találkozzunk és beszélgessünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy vállalkozod, és itt vagy most egy kicsit velünk. Az Életünk végéig című könyvedről szeretnélek kérdezni, mert én már nagyon sokat foglalkoztam vele, és nagyon többször el is olvastam, és egy fontos olvasmányélményem lett ez a könyv. És első körben szeretném, hogy egy kicsit arról mesélnél, hogy hogy írsz te, mert azt gondolom, hogy ez most mindannyiunknak egy fontos tapasztalat lehet, akik otthon maradtunk, és minden munkánkat, ha nem is írói munka, vagy alkotói munka, de otthon a négy fal között kell elvégeznünk. Hogy neked mi a rutinod, vagy vannak bizonyos szabályaid, amiket betartasz ahhoz, hogy a legjobb munkát el tud végezni otthon? Hát igazából véve két részre kell ezt a kérdésemet, ezt a válaszomat osztani. Az egyik az mondjuk az elmúlt 30 évben, egy rövid időt leszámítva, én folyamatosan állásban voltam. Tehát igazából véve az írás az mindig bizonyos időszakokban volt lehetséges. Most viszont 5 éve, amióta így 12 ezer kilométer messze élek, így igazából van egy ugyanegy munkám, én így nem viccesen, hanem teljesen komolyan háztartásbelinek ítélem magam, de ezzel együtt persze szabad foglalkozású írónak is titulálom magam nagy ritkán. Most teljesen más a helyzet. Tehát korábban azt lehet mondani, hogy hónapokat loptam el innen-onnan, vagy heteket, és akkor nekiálltam és intenzíven dolgoztam. Most viszont van időm arra, hogy ha kell, akkor hónapokon keresztül más se csináljak, mint hogy az asztal mellett üljek és dolgozzak. De ez nálam talán az elmúlt évek miatt igazából, mivel annyiban nem változott, egyrészt semmi nem változott, tehát az ember ugyanúgy négy fal között van, és dolgozik, másrészt pedig, és annyiban sem változott, hogy mielőtt leülnék az asztalhoz is elkezdenék dolgozni, azt megelőzi egy jó hosszú időszak, ami tulajdonképpen nem egy írásos tevékenység, vagy nem annyira, vagy nem jellemzően írásos tevékenység, inkább át kell gondolni dolgokat, hogy mi az a téma, és egyáltalán mi az, ami most a következő hónapokban, de hogy következő években így történni fog bennem, körülöttem. És most azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag ez még mielőtt kitört volna ez a mostani koronavírus, gyakorlatilag ugyanígy zajlott. Tehát lezajlott az a munka, hogy amit így felmértem, hogy mi hogyan lesz, aztán pedig leültem az asztalhoz, dolgozok. Erről különösebb érdekes dolgokat nem tudok elmondani. Minden egyes író. Nem kell egyébként ahhoz írónak lenni, hogyha valaki dolgozik, leül az asztalhoz is, persze. Mondatokat kell írni. Na de meséljék itt arról, amikor a gondolkodás fázisa van még csak. Amikor még csak a fejedben történik ez a munka, akkor az mennyire egy tudatos, koncentrált gondolkodás. Most, hogyha Sepiből indulok ki, akkor ő ugye az állandó sétálás és körözésben tud a legjobban gondolkodni, vagy az úszás marad neki, amikor becsobban a medencébe úszik, és azért ott is aktívan gondolkodik. Neked mi a taktikád ilyenkor? Hát nézd, tulajdonképpen ez egy kaotikus, meglehetősen kaotikus időszak, és az embernek rossz lelkismerete is van közben, mert mondhatják rá, hogy ő most író, most ő úgymond dolgozik egy regényen, nem ír le semmit, csak rágódik dolgokon, amit egyébként is szívesen megteszek, akkor most mi a különbség az írói munka, meg a speciális magánszemélyű, magánbejárató rágódásom közt. Nálam olyan nagy különbség nincs különben a kettő között. Káosz van, gondolat, hát ilyen töredékeket futtat az ember az elméjében, és azon jár az agya, hogy mi az a mondat, amit egyáltalán alapszerkezetként le tud írni, vagy egyáltalán mi az, amit fel lehet skizzelni.
Tehát az, hogy az embernek a gondolatai, mondjuk az én gondolataim hogy futnak, azt attól inkább megóvnám a közösséget, meg mindenkit, hogy ez hogy történik. Nem feltétlenül mulatságos, vagy nem feltétlenül örömteli, bár az embert éri öröm is közben, hogyha arról van szó. Nagyon nehéz erről beszélni, mert most már ides tova 30 éve a gondolkodásomat és az írói tevékenységemet most már legalább 30 éve így összekötöm, és a mai napig, hogyha felkérnének arra, hogy erről tartsak egy beszédet, én nem igazán tudnék, mert zavarban vagyok, mert az a helyzet, hogy minden egyes könyvnél más és más a módszer. Egyrészt van egy szabad tudatáramlásos szakasz, aztán amikor egy-egy gondolat vagy néhány gondolat köteg úgymond kiállja a próbát, az értelem próbáját, egyébként nem feltétlenül nem feltétlenül kell azokat a dolgokat kidobni, amelyek baromságok, vagy azok teljesen értelmetlenségek. Ha jobban megpiszkáljuk a dolgot, akkor furcsa dolgokra jövünk rá. Mindegy, most ezzel nem mutatok senkit, ha ez megvan, akkor ami így a szitán így átjön, azt megpróbálok, azzal elkezdek dolgozni, tehát elkezdem írni a könyvet, vagy legalábbis a fejezetet, vagy valamit. Hogyha belelátnánk a káoszba, és ezt a könyvet keresnénk, akkor mi volt az első, számomra nagyon-nagyon-nagyon vizuálisak a nagy jelenetek ebben a kötetben. Szóval több, nagyon jól struktúrált nagy jelenet van benne. Melyik volt a legelső kép, ami megvolt a fejedben, vagy az első mondat, amiből kiindult az egész több mint 400 oldal? Nem tudok erre válaszolni, mert szerintem nem kép volt meg bennem. Egy könyvnek a legalábbis számomra, nem is emlékszem, eddig 5 könyvet csináltam, 5 könyvet írtam, és egyiknél sem az történt, hogy volt egy kép, és akkor ahhoz a képhez szeretnék egy történetet találni. Igazában véve van az egésznek egy olyan belső, mondjuk, nem tudom, az egy túlzó szó lenne azt mondani, hogy magmája. Igazában véve, vagy olyan értelemben lehet valamit, ha egy szót használni, mondom is mindjárt, ami hasonlít ahhoz. Tehát van az emberben egy ilyen nyugtalanító valami, tudja, hogy mit akar megfogalmazni, de ez az állapot igazában véve egy elég zavaros állapottal jár. Ha nekem világos gondolataim lennének arról, hogy mit akarok megcsinálni, megmondom őszintén, hogy engem ez annyira nem érdekelne. Viszont én nem egy önkínzó típus vagyok, vagy ha az is vagyok, másképpen vagyok. Ebben a helyzetben nem kínzom magam azzal, hogy csak azért foglalkozom a dologgal, mert nem értem, mert nem jövök rá, nem. Szerintem engem legalábbis a könyvek írásakor először egy olyan halmaz van bennem, amit tudom, hogy szeretnék belőle valamit csinálni, de nem képből indul ki, úgy mondanám, hogy egy probléma katalógusból, egy olyan halmazból, amik így annyiban képekről van szó, sok-sok kép villan be, hogy mi az, amit ott szeretnék látni. Ezek közül, ha tetszik, akkor tudok, mégiscsak tudok normálisan válaszolni, ezek közül az egyik, az talán, ahogy együtt van ez a család bizonyos helyzetekben, és ahogy ez az elbeszélő, aki ennek a családnak a része, mondjuk életének, az elbeszélőmről beszélek, az elbeszélőm életének egy ilyen nagyon drámai pillanatában van egy helyen, a kórházban, és hogy ezt a kórházi élményét, ezt hogyan lehetne átfordítani nyelvbe, és mondjuk elbeszélés szövetté, szövetrészé. Ahogy beszéltél, megtaláltam egy pár sort, ami alá is van húzva a regényből, amiben azt írja Sefi, vagyis hogy az elbeszélő, hogy ahogy telt az idő, egyre fontosabbá vált számomra a szöveg. A könyvírás alatt éreztem először életem, hogy ki és mi vagyok, hogy miért olyan a természetem, amilyen. Szóval hogy ő is azt írja valahogy, hogy a munka folyam, azért fontos ez a munka neki, mert a munka folyamán kap válaszokat. Így van. Hát ez bajba is szoktam lenni, hogyha én, tehát igazából véve visszaemlékszem, hogy én egy teljesen más könyvet akartam csinálni. Milyen könyvet akartál csinálni?
Hát alapvetően van ez a képelméletes, egyébként pseudoképelméletes játék, amely engem nagyon izgatott az egész során, és jól lehet az egészben van egy ilyen játék jelleg, meg tulajdonképpen egy ilyen játékos komolysága, ami mögött, tehát ami le van írva, abban sok újdonság nincsen, de ami mögötte van, tehát a képi gondolkodás engem mindig izgatott évek óta. És nem azért, mert én személy szerint mondjuk 15 évet egy kiállító térben töltöttem, ahol elég sok képet láttam. Már azt megelőzően is érdekelt az, hogy képekkel hogyan lehet történeteket elmesélni. És én igazából mivel arra szerettem volna építeni a munkámat, hogy az abba, hogy lehet beletenni, hogy lehet beletenni egy történetet. És aztán azt elvetettem egyszerűen azért, mert előjöttek más villanások belőlem, és valami odafele vitt, hogy a 13 évvel ezelőtt publikált regényem valahogy újra és újra előjött bennem, hogy izgalmas lenne megnézni, hogy az a 1968-as család ott a 20-25 négyzetméteren, 11-en, nem tudom, két ágyon, hárman, ahogy ott vannak, ők 40-50 évvel később milyenek, mi vált belőlük, mi lett belőlük, abból a bizonyos... Na, szóval így körülbelül így történik, hogy az ember dolgoztam már legalább 2 éve a könyvön, és körülbelül 2 év után lett ez egyért, sőt, lehet, hogy nem is 2, hanem 3, hogy igazából véve hagynom kell azt, nem egy olyan konstrukciót kell felépítenem, amely arra a bizonyos képi gondolkodásba futna ki, hanem ehhez a történethez. Nagyon-nagyon sokan fejtegetik azt, hogy ez milyen regény, hogy mi a műfaja, vagy mi a magmája, hogy te mondtad, vagy említetted, hogy ez most akkor ki körül forog körbe, mi a pontos témája, hogy ez egy családregény, aparegény, anyaregény, művészregény, autofikció, hogy mindenkit érdekel ez. Tök jó, hogy most mondtad a 9-et, hogy nagyon sokan egyfajta folytatásként olvassák, mégis teljesen máshol van a helyszín is, a nevek sem azonosak, talán az élet, vagy hogy még a szereplők jelen fejlődését is csak úgy. Szóval nem olyan egyértelműen lehet látni. Neked volt ilyen kategória a fejedben, hogy te mit szeretnél ezzel a regényen elmondani? Vagy akkor te most egy apáról szeretnél beszélni, te egy nagy családról szeretnél beszélni? Vagy hogy ahogy azt is nagyon sokan említették, hogy mint a valóságban annyira szerteágazó ez a történet, és annyi fele indul, és annyi fele, tényleg én mint egy ilyen pókháló, egy hálózatot szoktam olvasni, mert nem lehet máshogy olvasni egy ekkora család minden tagjáról. Tehát neked mi ez a regény leginkább? Hát köszönöm, amiket így mondtál, különösképpen így a vége fele. Tehát jó idő telt el már azután is, hogy rájöttem, hogy mit akarok itt csinálni, amíg ezt sikerült kidolgoznom, hogy ez a összevisszaság. Tehát könnyű volt a dolgom abból a szempontból, hogy itt van mondjuk az a bizonyos család, akik ott éltek a 9-ben, az most nem 13, hanem mondjuk 43. Tehát sokkal többen lettek. Ennyiben könnyebb volt a dolgom, hogy nagyon sok felé elvinni, ne legyen egy meghatározott, mondjuk olyan fő fókuszált cselekményvonal, amire azt lehet mondani, hogy ez a cselekménynek a főmenete, hanem engem pontosan az érdekelt, hogy a mindennapok egy ilyen ekkora családnak az életét hogyan viszik el sokfajta irányba, és engem alapvetően az érdekel, de mondom, amikor elkezdtem, én semmit nem tudtam erről. Tehát igazából mivel, és nem azért érdekelt a dolog, mert nem tudtam róla semmit, mert meg akartam volna tudni róla valamit, nem ezért, hanem azért érdekel, mert valami vitt. A dolognak az ismeretlenség vitt, illetőleg részben az, ugye az ember író ilyen értelemben professzionális, hogy tök mindegy, hogy mi van, valamit írni kell, valamit csinálni kell. Természetesen ezzel együtt az is ott van, hogy valami olyasmit akar csinálni, ami számára fontos.
És nekem ennek a családnak a története nagyon fontos. Egyrészt, mert fontos, vannak idevágó saját ügyeim, de ezen felül fontos úgy, mint egyfajta példabeszéd arra, hogy mi hogyan vagyunk az hogyan vagyunk a társadalomban, hogyan vagyunk a világban, kicsik vagyunk, vagy felnövünk, vagy meghalunk, közben mi történik, és érdekelt az egésznek ez a szétágazottsága, és hogy igazában véve nincsen se, úgymond semmi nagy dolog, bár én azt elég nagy dolognak tartanám, hogyha valakinek meghal az édesanyja, vagy pedig ha valakinek meghal az édesapja, és hogy a család ezt hogy éli meg, és hogyan válik ez nem csak sorsfordító mindegyik testvérnek és mindegyik családtagnak a saját életében, hanem mi minden derül ki ezen keresztül, illetőleg mi minden változik meg ezen keresztül, és ide említhetném, ide sorolhatnám a regénynek a nyitóképét, kérdezted, hogy mi volt az, ami először, hát ez a bizonyos kórházi jelenet, amiből egyébként az egész regény jön. Azt nem mondták szerencsére, hogy akkor ez egy kórházregény, vagy egy betegségtörténet. Ugyan van előző könyveimben, többször is előjön a beteg, különféle betegségeknek a tematikája. Viszont ez a regény kétségtelenül abból jön ki, abból az első fejezetből jön ki, ott az elbeszélő hősömmel olyan dolgok történnek, részben ki van bontva, részben csak utalva van rá, amely az ő pszichés, lelki, tudati, emlékezeti, emlékezési, hát... belső dinamikája, világát, életét átalakítja, és tehát a fókusztalanság felé viszi el, mert ezt tartja a saját értékvilágában, ez lesz nyomatékos, ami korábban nem volt jellemző rám, mint íróra. Valamit megtaláltam, elkezdtem írni az elejét, és azt próbáltam egy picikét minél erőteljesebben, vagy minél hát hihetőbben előadni, elbeszélni, elmesélni. Itt viszont ennek a kórházbeli elbeszélői tudatnak a különféle belső élményei pontosan e felé vitték el, mint egyfajta számára fontos világmegismerési mód, vagy fontos élmény, aminek a kibontását ő pontosnak tartja. Erről természetesen a regény elbeszélése során nem értesülünk. Ez úgymond a mindentudó elbeszélői nézőpontból rakódik rá a lapokra. Én először decemberben olvastam ezt a könyvet, amikor ez a terhelt karácsonyi időszak volt mindannyiunk életében, nekem is, és akkor nagyon csak a családra és a családi kapcsolatokra koncentráltam a regényben. Viszont most, amikor újraolvastam ebben a nagyon érdekes, fura, bizonytalan helyzetben, amiben vagyunk itt a karantén idején, akkor sokkal, de sokkal más számomra az olvasáskor máshol volt a fókusz, és máshol volt azok a részek, amik megfogtak engem. Például ilyen volt a legeleje, amikor azt éreztem, hogy oké, akkor innentől egy teljesen más szemüvegen keresztül fogja nézni a sepi a saját életét, vagy a viszonyait, mert hogy megcsapja valami olyan erős történés, mondjuk a mulandósága, vagy az egészsége, ami után nem fog tudni majd ugyanúgy kimenni pomázra a családjához. És egy kicsit ehhez hasonlít most ez az időszak nekem, hogy oké, hogyha itt ezt most jó alkalmatosztatjuk, akkor egy tök más szemüveg kerül ránk innentől kezdve. És akkor itt van ez a másik két momentum, az a két szülő elvesztése, vagyis a halál nagyon-nagyon erős jelenléte a regényben és az életünkben. És nagyon-nagyon-nagyon szíven ütöttek azok a momentumok, és az, ahogy ami eltűnt, és a járvány most nagyon az arcunkba nyomja, ahogy a halál bántunk, ahogy a halált kezeltük az életünkben. És tudod, van benne az a 15. oldalon az a mondat, hogy néz ki az ablakon, sepi, és hogy igazából a halálunk pillanatában egy-két olyan élményfoszlány marad meg, emléktöredék,
amiért érdemes. És nekem az az erős gyanúm, hogy a szemüveg akkor kerül sepire, amikor a kórházban van, ez a másmilyen szemüveg, viszont nagyon fontos ebben a szemüveg viselésében a társa, Lil, aki ebben minden egyes nap támogatja és segíti, hogy egy teljesen más nézőpontból tekintsen rá a családjára, ugye? Szóval, hogy egy annyira erős és annyira más háttérrel rendelkező, más személyiség, más életkor, hát egy generáció van gyakorlatilag majdnem közöttük, hogy ezért azt gondolom, hogy Lil személye sokkal több, mint csak egy szerelem a regényben. Igen, hát ezt nagyon pontosan látod. Először akkor így vele is kezdeném, hogy ugye ez a regény egy szerelmi történet is, tehát a családtörténetbe bele van építve egy szerelmi történet, de úgy is lehet mondani, talán még így pontosabbak vagyunk, hogy a szerelmi történeten keresztül bomlik ki ennek a nagy családnak a históriája, hogy mi minden történik itt, mert alapvetően a históriában alapvetően leginkább a konfliktusokra helyeződik elbeszélői szempontból a hangsúly. Ezzel szemben van ez a szerelmi történet. Na most egyik sem öncélú. Lilnek a jelenléte azért fontos, mert egyrészt mozgatja az egész történetet, mert az elbeszélő főhősünk ugyan folyamatosan a családról beszél, de tulajdonképpen ő, miközben beszél a családjáról, egyúttal egyidejűleg menekül is tőlük. Nem is tud velük mit kezdeni. El van mesélve szép lassan, hogy időnként hogyan lázad ellenük, vagy időnként hogy nem vesz tudomást róluk, vagy időnként a sértődékenységével, a vélt vagy valós sérelmeivel, hogy takarja ki magát ebből az élő, szép, gyönyörű valamiből, és tulajdonképpen ő az, ami olyan sok sötét dolgot láttat, de azért csak nagyon zárójelbe jegyzem meg, hogy ugye ez egy elbeszélői trükk, de bezárva a zárójel. Ehhez képest Lili az, a regényben is szereplő, ugye Lili, aki viszi a család felé, aki ha kell, akkor megfogja a kezét és oda kicipeli, aki újra és újra ennek a sértett 50-es, lassan 60-as valakinek elmondja, hogy mi hogyan van. Tehát tulajdonképpen ez egy furcsa, érzelmileg tekint, miközben állandóan érzelmekről van szó, erről a regényről, ennek a Sepinek az érzelmi világa nem csak labilis, nem csak problematikus, nem csak egy sérült világ, hanem igazából véve egy ilyen teljesen gyermekdett nézőpont, és ezt ellenpontozza Lilnek a felnőttsége, a karakánsága, a keménysége, ha kell. Na most, amit az elején mondtál, persze, hogy ott tulajdonképpen egy halál élményről van szó a nyitóképben, amit ugye az elbeszélő így nem fogalmaz meg, az olvasó, hogyha van rá füle, vagy van rá szeme, akkor ez kiveszi, hogy itt tulajdonképpen nagyon sok minden történik. A fizikai szenvedésen keresztül olyan olyan felismerések születnek meg benne, amelyeket ez a bizonyos szenvedés nyelvileg ki is présel belőle, vagyis megfogalmazódik. Egyébként nagyon visszafogottan, és direktbe, ugye nagyon sok minden ki van belőle szedve, és ilyen, hát egyrészt plasztikusan, bár így nem szabad beszélni, mert abban a pillanatban óhatatlanul az öndicséretbe csapok át, és ezt el szeretném kerülni, tehát elnézést kérek. Tehát igazából véve annak a halálélménynek és annak a szenvedés hát szakasznak az egész könyvre és az egész későbbi elbeszélésre vonatkozóan hát
fontos megfogalmazott és nem megfogalmazott terjedelme van, vagy kifutása van, és csak azt meg szeretném zárójelbe, újra zárójelet hoznék, hogy azért én úgy emlékszem, hogy az első könyvemtől kezdve a mostanig bezárólag a halálat mindig előjön, mint egy ilyen alap dolog, úgy is lehet mondani, hogy az ember játszik ezzel a témával, és aztán hirtelen mit ad a sors, hirtelen csupa halállal vagyunk körülvéve, és ez egy teljesen furcsa állapot, az ember nem is tud ezzel mit kezdeni, hanem csak azt kívánja, hogy ennek minél hamarabb legyünk túl ezzel. Most már egy kicsit beszéltél Sefiről, és engem nagyon érdekel, mert mindig úgy képzeltem, hogy egy író annál sokkal többet tud a saját karakter, vagy az általa teremtett karakterről, mint amit mi olvasók kapunk belőle. Hogy vannak, azt hiszem, tényleg ilyen kreatív írás órán ilyen technikák, hogy le kell tudnod írni, hogy mi van a hűtőjében, mit iszik, mit eszik reggelire, hogy minél közelebb kerülj a karakterhez. Vagy te mennyire ismered ezt a Sefit, és mennyire kedveled őt, vagy mennyire tudod megérteni. Azért ő egy elég érdekes, különleges személyiség, aki a körülményességével, kicsit lassúságával, ahogy mondtad, szinte gyermeki az érzelmi világa, nagyon fekete, nagyon fehér. Hogy te mennyire ismered és mennyire kedveled őt? Hát nézd, előbb említettem, hogy rengeteg mindent kiszedtem a tulajdonképpen legalább 200 oldalt kiszedtem ebből a 460-ból. Nem a 460-ból, hanem kb. 600-700 közeli volt a regény, tehát rengeteg mindent kiszedtem. Erről a hősről is pluszban nagyon sok mindent, az elbeszélőről, nagyon sok mindent lehetett volna még megtudni, de aztán valami miatt a későbbi szerkesztés folyamán ezeket mind megvágtam. Tehát elég jól ismerem a figurát. Én azt mondanám, hogy többé-kevésbé pontos az a megállapítás, hogy tulajdonképpen annyira nem szerethető a figura. Én azért zárójelbe újra hoznék egy zárójelbet, szerintem vannak benne szerethető dolgok, ilyen például, ahogy figyel mindenre, ami a családon belül történik. Az más kérdés, hogy a figyelme az általában a problémákra, az ellenmondásokra, vagy az őt ért sérelmekre összpontosul olykor. Én ezzel a figurával, hogy mondjam, ilyen Huxley-be kapcsolatban, viszonyban vagyok. Az ember gyűlöli is, szereti is. Őneki az a dramaturgiai funkciója, hogy ilyen legyen. Én sok mindennel, íróként sok mindennel vitatkozom, hogy ő milyen, viszont ha egy abszolút pozitív figurát, vagy egy sokkal szerethető figurát csinálok belőle, akkor nem felel meg az ő dramaturgiai szerepének, ami egyrészt egy, hát nem, szerintem nem áskálódó, hanem ez a érzelmeinek kiszolgáltatott, sérülékenységének kiszolgáltatott, ez a gyanakvásának, a gyanakvásait olyan szélsőséges, akár paranoiddá fejlesztett ből jön. De hát ez, bocsánat, írói szempontból érdekes a paranoia, írói szempontból érdekes a gyanakvás, ez a olvasást, az olvasó érdeklődését tartja fenn. Az író azt tudja pontosan, hogy ott a Sepi egyáltalán nem gondolta azt, hogy ez a bizonyos Iván nevű szereplő tulajdonképpen milyen negatív és milyen borzalmas gondolatai voltak a halott apa ravatalánál. Neki az eszébe nem jut. De nem azt mondom, hogy izgalmas, hanem tulajdonképpen egy drámai dolog, egy súlyos dolog, hiszen ott, annál a ravatalnál mindenki kicsit más állapotban van, mindenki a szeretet, akármilyen problematikus, akármilyen összetett, és akármilyen hihetetlen figura is ez a bizonyos apa, aki még 98 éves, 97 éves korában is az egész család fölött uralkodik, és már nem tart ugyan senkit sem rettegésbe, de tulajdonképpen még mindig egy picit félnek tőle, hogy ennek az embernek a
Halotti ágyánál, ott tulajdonképpen ott is érzelmek jönnek föl, és tulajdonképpen csak azért jöhetnek föl érzelmek, mert meg van konstruálva a dolog, mert feszültség kell. És a dolgot nem szabad azzal elintézni, hogy ott van a halott apa, akkor sírunk és gyászoljuk, hanem egyéb érzelmek is előjönnek, egyéb indulatok is előjönnek, egyéb, hát ez az emberi, amikor szélsőségeket tudunk produkálni, és ezekből a szélsőségekből azonban a későbbiek folyamán elindul egy folyamat, és azt lehet mondani, hogy a szereplők változáson mennek keresztül. Vagyis a változás az a katarzisnak a lehetőségét hordozza magában. Vagyis azt lehet mondani, hogy tekinthetjük egy bajkeverőnek Sepit, én megértő vagyok vele. Különösképpen nem mondanám, hogy én úgy azt mondtam Huxley-be kapcsolat, Huxley-be viszont, maradjunk ennyiben. Tehát egy ilyen konfliktusos helyzet, harcban áll ő önmagával is, csak nagyon zárkózott. És ezt a zárkózottságát a szerző, egyébként az író ezt nagyon is pontosan végigviszi, mert az ő jellemvonás egyik fontos jellemvonása ez a zárkózottság. Nem véletlenül egyébként, hogy annyira gyanakvó, hiszen ez részben az önismeret hiányáról tanúskodik, meg részben nem ismeri eléggé a világot, sőt, még azt sem ismeri, ami körötte van. Körülötte van. Amikor írtam a könyvedről, akkor én nagyon szeretem az autofikciót, vagy hogy nem azért, mert leselkedni szeretek, hanem mert azt érzem, hogy én ott tudok a legjobban a férfiak gondolataival a legvalóságosabban találkozni. Például nekem nagyon fontos Knőzgor ilyen szempontból, hogy beenged a fejébe egy kicsit meg az életében. És a te könyvednél is ezt éreztem, és azt a címet adtam a cikknek, hogy az én valóságom egyezik Barnás Ferenc fikciójával. A sok-sok azonos helyszín nekem nagyon otthonos volt ez a regény, mert olyan helyeken bolyongtunk benne, ahol én is bolyongtam gyermekkoromban. És engem csak az érdekel, hogy amikor írás folyamán te hol húztad meg a határt a te saját valóságod, a te emlékképeid, és az a irodalmiság meg a fikció között. Szóval ezt a szövetet hogyan építetted, vagy szőtted össze? Azt hiszem, hogy a legnehezebb talán, hogyha a család szó jut eszembe, akkor ez az emlékezet. Mert hogy ahányan vagyunk, annyi féleképpen fogunk akár egy disznóvágásra emlékezni. Vagy hogy ki kezdte azt a párbeszédet, ki bántott meg először kit? Így van. Neked más. Szóval, hogy ez a szövet, ez hogyan épült fel? Mert nem gondolom, hogy ez a te családod úgy, ahogy van, és hogyha ezt felolvassuk, akkor mi megismerjük a te testvéreidet, mert ez lehetetlen. Nem gondolom, hogy az egész fikció, mert te is segítesz abban, hogy ezt ne értsük, és ne fikcióként olvassuk. Szóval, hogy hol vannak ezek az apró határok? Hát igen, ez roppant érdekes, amit előhozol. Szerintem az valahol már nem is tudom, hogy hol szó volt erről, hogy az autofikciónak miért van most ilyen sikere. És talán azt mondtam most csak így, talán valahogy így, azt hiszem, hogy valami ilyesmit mondhattam, hogy amikor a szerző, a saját, ja igen, azzal kezdtem, hogy a világ annyira brutálissá vált, hogy a hagyományos értelemben vett mondjuk irodalmi alkotások, ahol mondjuk egy 19. századi módon, vagy 20. század elejé módon alkottunk meg, nem tudom milyen sémák szerint, struktúrák szerint, karakter megformálások szerint, hogy abban az emberek, mintha kevésbé találnák meg azokra a dolgokra a választ, ami ma fut a világban. Egyrészt, másrészt az autofikció, az magát keresi a figura, azt mondod te, beenged a ő fejébe. Ő benn van a fejében, csinálja, ugye megpróbál minél jobb stílusba ezt minél jobb stílusba próbálja csinálni.
amikor ő magát keresi, és az olvasói is, az én megítélésem szerint, nem mondom, hogy mindenki, de szerintem, ha az emberek magukban néznek, egy részük saját magukat keresik a könyvben. Hogyha a világ brutalitásáról van szó, akkor egyrészt a világ brutalitására keresnek választ, hogy ez miért van így, most miért van így, mert most 2020-ban egész másképp vannak a dolgok, mint akár csak egy-két évvel ezelőtt is volt, épp előbb beszéltél te erről, ez az egyik. Amikor te saját magadat keresed egy könyvben, ha egy olyan embernek a szövegével találkozol, aki ugyancsak saját magát keresi abban a szövegbe, akkor két önmagát kereső embernek a szellemi, olyan szellemi dinamikák, olyan szellemi erők szabadulnak fel, amelyek szerintem roppant érdekes nézőpontokat nyitnak meg. Most nem irodalomtechnikai műszónként használom a nézőpontot, hanem olyan erők, olyan energiák, olyan felismerések, olyan életre való rálátások. Én azt akartam mondani, hogy életpárti vagyok. Persze, hogy életpárti vagyok, de az irodalomnak egy olyan részét én nagyon szerettem mindig is, amely az életnek és a mindennapi, amely az irodalomnak és a mindennapi életnek a viszonyát kereste. Egyébként csak nagyon halkan elmondanám, hogy annó, ha nem hinném, hogy a Lukács György esztétikája befolyásolt volna ebben, ő neki van egy külön része, amely a mindennapi életnek az esztétikájáról beszélt. Ettől teljesen függetlenül én úgy gondolom, hogy a jelentős nagy művek, most ugye nem a, azok mindig az életnek, akár a mindennapiságnak olyan momentumait, olyan dimenzióit hozzák be az irodalomba, amelyre az emberek hirtelen másképp látnak. Az emberek hirtelen másképp látnak rá a saját életükre is. Na most itt az autofikció ebben a regényben, hogyha most visszatérünk ez az Életünk végéig című munkához, hogy az emlékezet, az én hogyan emlékezem vissza, milyen az emlékezetnek a természete, hogy egyáltalán a valóságnak az irodalom, erre azt tudom neked mondani, hogy ennek a háromszöge hihetetlenül izgalmas, mert egyrészt én úgy gondolom, hogy ezeknek a határait én többé-kevésbé látom. Viszont rögtön le szeretném szögezni, hogy szerintem az ember, a mindenkori ember, aki hallgatja ezt a beszélgetést, aki nem hallgatja ezt a beszélgetést, mindenki. Szerintem akkor, amikor a valósággal találkozik, és a valóságot egyszerűen csak mint valami tükör, mint valami víztükör, mondjuk így benne így megjelenik, akkor igazában véve, vagyis az elméje, csak olyan szinten működik, hogy percipiálja, hogy éppen mi történik, de tulajdonképpen nem alkotja meg azt a bizonyos képet, azt a jelenetet, azt a valóságot. Rögtön nem szeretnék elemzésbe belemenni, azt akarom mondani, a valóságot, ha mélységében, picit mélyebben vesszük, ez alatt nem érték megjelölést, hanem térbeli fizikát értek például, hogy kicsit mélyebben megyünk bele a dolgokba, akkor szerintem ezt rögtön alkotja is, vagyis rögtön ott a képzelete is, vagyis rögtön olyan elemeket emel, a valóságot rögtön át is írja, nem véletlenül fogja ő másképpen látni azt az adott történetet, hiszen jobbak nem vagyunk egyformák, egyiknek ilyen a képzelő ereje, a másiknak olyan, másrészt az intellektuális játékok is mozgásba kerülhetnek, vagyis rögtön egy kicsikét túlszínezi, vagyis rögtön egy kicsit pluszba valamit belelát, rögtön egy kicsit saját magát is magyarázza, vagyis abban a helyzetben azt lehet neked mondani, hogyha most erre a történetre vetítem az egészet, hogy tulajdonképpen a valóságnak minden egyes pillanata lehet egy regénybeli mondat kiinduló pontja, amelyben te úgy ragadod meg azt a pillanatot, mert az rögtön idő, és aki az időt meg tudja ragadni, az rögtön, akkor is, hogyha életében nem mondtak rá azt, hogy költő, író, az rögtön abban a pillanatban egy író és egy költő. És te is szerintem nagyon sokszor találkoztál olyan emberrel, hogy soha nem mondták volna rá, hogy költő, és mégis több költészet van benne, mert abban a pillanatban olyan dolgokat ragad meg, olyan dolgokat fogalmaz meg. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy ez a munkám, amely részben valóban magán viseli az autofikciónak a jegyeit, ezen kívül soha nem árultam, soha nem tagadtam, sem a 9-nél, sem ennél a könyvemnél, hogy vannak önéletrajzi momentumai, vagyis rendben van a dolog. Harmadjára pedig gyakorlatilag az ember azt csinálja, amit mindenki csinál, amit az előbb elmondtam, hogy a valóságot képezzük. Ha nem képezzük a valóságot, hanem éppen csak álmodozunk, az egy még izgalmasabb dolog lehet,
mert az álmodozásban beszűrődhetnek egyrészt olyan képek, vagy akár mondatok, amelyek, tehát ilyen értelemben szokták mondani, hogy spirituál, hogy mi inspirálja. Ha te bizonyos fajta állapotot megteremtesz magadba, akkor bizonyos dolgok jönnek maguktól, mert az elméd olyan, tehát így vagyunk megteremtve, illetőleg így vagyunk humanizálva. De csak részben vagyunk egy humanizációs mező részei, részben a természetnek a részei vagyunk, de bocsánat, nagyon elkalandoztam. Most már lassan így kezdesz szakadozni, úgyhogy nem szeretném, hogy végleg elmenjen itt az internet, de még van kettő nagyon-nagyon rövid kérdésem, amire nagyon kíváncsi vagyok. Hogyha én azt mondom neked, hogy család, akkor neked mi jut róla eszedbe? Hát két nagyon egyszerű dolog. Szülő, ugye, és testvér. Az első, tulajdonképpen csak az édesanyja a szülő, ugye az édesapa az nem szülő, az ugye nemző, de a testvérek, az ő gyerekeik, azok tulajdonképpen ennek a két lénynek a meghosszabbított lényei, részben a testükből valók, részben a lelkükből, a lényükből valók. A testvér esetében pedig azt lehet mondani, hogy a magyar nyelv, csodálatos, gyönyörű magyar nyelv, a test, tehát egyrészt ugyanaz a test, ugyanaz a vér, és ahogy ezek így egymással vannak, hát ez egy részben egy ösztönös valami, részben, ahogy a világra ráismerünk, egyébként nyilván te is igyekszel így a képzeletedben, a valóságodban visszamenni ahhoz a pillanatig, amikor először magadra ismertél. És akkor rákérdezni ilyen pillanatokra, hogy és akkor milyen volt az elmém azelőtt, az magamra ismerés előtti pillanatban? Na most az elmének szerintem egy elég érdekes játéka az, pillanata az, határa az, amikor ott vagy azon a határon a magadra ismerés előtti pillanat, meg a magadra ismerésnek a pillanata. Na most a testvérekkel, ahogy együtt fölnősz, ahogy együtt vagy velük, ez elég gazdag tárházát kínálja az ilyen érdekes élményeknek. Úgyhogy a kettő pedig... Hát képezi a családot, de itt még nem a történetnél vagyunk, meg nem a problémáknál. Azok majd csak később jönnek. És biztos, hogy nagyon sokszor megtörténik veled, hogy megkérdezik, hogy miről írsz éppen, amikor hosszú évekig dolgozol valami. Hogyha most találkoznál valakivel, és feltennél neked a kérdést, hogy az utolsó munkád miről szól, nagyon röviden, akkor te mit mondanál, hogy miről szól? Mármint az a bizonyos életünk végéig? Igen, című munka? Aha. Hát nem tudnék mit mondani, megmondom őszintén, mert egyrészt szól mindarról, amiről eddig beszéltünk, de hát szegény ezt nem hallotta, tehát hát fogalma sincs. Hát szól egy, hogyha most nagyon, nagyon tényleg válaszolnom kell erre a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy szól egy nagy családról, amely egy igen nehéz körülmények között nőtt fel, mondjuk 50 évvel ezelőtt, de ez a regény egy olyan regény, hogy erre nem tér ki, tehát gyakorlatilag fogja magát, és így levág egy, kihasít az időből egy szeletet, és ennek a mondjuk 15-20, illetőleg hát legalább 35 ember családon belül, az ő érzelmi lavináik, az ő érzelmi... Hát azt, nem azt mondom, hogy érzelmek zűrzavarra, mert Stefan Zweignek van egy fantasztikus könyve, ugye az érzelmek zűrzavara, ilyen kis regény, de tulajdonképpen folyamatosan érzelmekről van szó, és folyamatosan egymás megértési kísérletéről, illetőleg kudarcáról, de hogy tulajdonképpen ez a család, legalábbis ennek a sepiféle furcsa, tulajdonképpen magányos valakinek, aki így magányában van, a saját maga burkán belül, ezt ő láthatja az egészet, hogyan próbálja azt előadni ezt a sepi ebben a regényben, hogy ez egy nagyon szép történet, abból a szempontból is megint, majd nem, tehát nem a könyv, én kívülről látom ezt a történetet abszolút. Tehát nem a könyvet dicsérem, hanem a nehéz sorsú emberek az összes bajuk és kínjuk ellenére tulajdonképpen a végén egy ilyen nagyon szép, egy igazi közösséget alkotnak. Még akkor is, hogyha sokuk erről nem tud, vagy sokuk, vagy néhányuk
Éppen a bonyolult, minden egyén ebben a családban mindenki egy elég bonyolult szerkezet, viszont az érzelmek áradása valóban, de nagyon, az érzelmek egy része, vagy jó része elfojtott. Nincsenek kimondva az érzelmek, nincsenek kimutatva az érzelmek. Miközben a családtagok mindenki tudja egymásról, hogy mi minden érzelem van. Tehát ennek a dihotómiája, ennek a kettősége, ahogy ez az egész együtt van. Tehát körülbelül ennyit, de ezen kívül szerintem még sok minden másról szól. Nem tudom megmondani, miről szól ez a regény. Soha életemben nem tudtam megmondani, hogy miről szól egy adott regényem. Én is mindig úgy kezdem, hogy egy nagy család története, aztán meg úgy folytatom, hogy egy magányos férfi története, és akkor ez így mind, és mindegyik és egyik sem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem. Nagyon-nagyon drukkolok, 2 darab díjra is jelölve van most ez a könyv, és nagyon drukkolok, hogy legalább egyet, hanem is mind a kettőt megnyerje, mert szerintem szuper alkotás. Most köszönjünk el a nézőtől, de kérlek, hogy te ne menj még sehova. Jó. Köszönöm neked, szép napot! Jó, köszönöm szépen! Jó munkát neked! Jó, köszönöm szépen neked is, meg mindenkinek szép napot! Szia, viszlát!